Hoppla hopp! Hello, sziasztok! Ezen a cidris reggelen nem vagyok a műhelyben, és nagyon-nagyon hideg van, mínusz 4 fok. Úgy hívják ezt itt mindjárt reggelbe. Közben ez a összetákolt kis sámlim, ez mindjárt szétesik, úgyhogy bocs, hogy itt közben itt el fog tűnni a kamerából. Bármi lehet most. Szóval, le kellett szabadom itt a műhelybe, és úgy voltam vele, hogy akkor már lehozom a kis kamerámat is, és akkor csinálok nektek egy ilyen 20-21 összefoglalós videót arról, hogy mi volt, merre, hány méter. Magának a videónak az, hogy mi inspirálta, az nem volt más, hogy az utóbbi időben, joggal vagy nem joggal, majd ezt mindenki eldönti, nagyon sokszor megkaptam, hogy a csatornára a videók nagyon-nagyon hektikusan érkeznek, eltelik egy hónap, vagy kettő, vagy esetben, jelen esetben volt olyan, hogy fél évre is eltűntem. Jogos is, meg nem is jogos ez a felvetés, mégpedig azért, mert nem csinálok bele titkot, én még mindig főállásban tevékenykedem egy cégnél. A főállásom mellett van kettő vállalkozás, az egyik a Laurencsik magasnyomású tisztítás, a lemoson.hu, illetve van maga ez a Laurencsik zöldterület karbantartása, azaz a lenyírom.hu, ahol most jelenleg is ezen a platformon tartózkodtok, meg tartózkodunk. Tehát főállás mellett menedzselni sikeresen, gazdaságosan, profitot termelve magát ezt a két vállalkozást, ez nem igazán olyan egyszerű itt ezt összelogisztikázni, illetve mindezek mellett még azért az embernek van ugye egy dolga, mint például a magánélet, ami ugyanúgy nem azt, hogy elvesz, hanem arra is időt kell bőven szánni. Na most ezt a négy dolgot ezt így kimaxolni, meg matekozni, az idő és rengeteg energia. És mivel ebből a három, az első előbb említett három dologból jön még minden esetre a tehát ez a fő bevételi forrás, és ebből nem fogok titkot csinálni, szerintem senkinek sem sétál be a kenyér a lakáshajtón, fölugorva az asztalról, hogy akkor itt vagyok, megvettem saját magamat, úgyhogy egyetek meg. Rengeteg a költség, rengeteg dologra költöttem az idén, amit muszáj volt megvenni, így tényleg a csatornára nem volt annyi időm, hogy itt nektek napi, vagy heti, vagy ha úgy van, havi szinten tudjak jelentkezni. Mindezen okoknál fogva. Bocsánatot kérek, ne haragudjatok, ez nem szánszándékos, mert örülök, ha vagytok itt nézők, de kérnék a bocsánatom mellett egy megértést is. Szerintem ezt így összetudjátok rakni fejben. Ami évközben volt, rengeteg minden, így föl sem tudom majd így sorolni nektek. Úgy nagyjából, csak hogy egy kicsit ilyen pörgősen maradjon a beszélgetés, mert nem akarom itt a időtöket rabolni. Az egyik nagy dolog, amit már nagyon régóta vágytam és szerettem volna csinálni, az maga a Laurencsik magasnyomású tisztításban, ugye sírkő tisztításról, ez volt a fő tevékenysége ennek a vállalkozásnak, de már nagyon régi vágya volt az, hogy épületet tudjak mosni. Azon belül pedig elkezdjen magával a tető tisztítással, a tetőmosással. Na most nekem ez, mire úgy rájöttem a fifikájára, meg sikerül beszereznem az eszközöket, meg a sulit elvégezni mellé, az egy ilyen jó másfél-két év volt. És tavaly, azaz 20-20, ilyen kora ősszel állt össze a kép a fejemben is, meg álltak össze az eszközök is, hogy akkor hogy kell egy ilyennek nekilódulni, de úgy, hogy akkor mi tényleg abszolút annyira gyerekcipőben járt a dolog, hogy idén még azért bőven kellett ebbe a vállalkozásba is beruháznom. Tehát ez volt az egyik nagy dolog, amit úgy próbáltam volna minél jobban erőltetni, és hál' Istennek szépen jöttek befele megrendelések,
amiket sikeresen teljesítettünk. Ezen kívül, ami még történt, mi volt? Ja, hát igen, itt vagyunk, nem tudom kinek, hogy tűnt föl, de most jelenleg egy teljesen másik műhelyben vagyunk, mint ahol eddigi videók készültek. Ennek pedig nem más az oka az, hogy a régi műhelyemet, vagy telephelyemet, ha jobban tetszik, azt eladtam, mert el kellett adnom, kinőttem elég gyorsan. Jelenleg egy bérleményben vagyok, terve van véve, ki van nézve egy másik műhely megvételre, de annak a papírozás, hát nem egyszerű. Azt hozzá kell tenni, mert most ebben nem fogok belemenni. Magyarországon vagyunk, itt azért minden elég bürokratikus. Szóval, és ha már itt vagyunk, tényleg ebben a műhelyben már készült egy videó, egy szóló 441 akkumulátoros permetező gépet csomagoltam ki. Ez a videó még azért nem jött ki, mert ilyen szeptember környékén csináltam meg, és úgy voltam vele, hogy mire ezt összevágom, meg még a többiek videót is be kéne rakni, decemberben, meg januárban ki fog jönni a videó, semmi értelme nincsen, hiszen az nem egy permetezős szezon. Ugye tudjuk, hogy a maga permetezés az ősszel lehet kezdeni a lemosó permetezéssel, illetve ugyanúgy tavasszal. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy majd ez a videó az majd jó lesz, még nincs összevágva, nyugodom. Tehát ez a videó majd jó lesz, ez ilyen tavasszal, de abban a videóban is, mert tényleg próbálok bevágni fotókat, egy teljes káosz van a háttérben, tényleg ilyen, látszik, hogy benne vagyok egy költözésbe, és hogy mennyire nem volt időm ezekre a dolgokra, hogy itt rendet rakjak, azt mutatom is nektek, remélem nem esik. Tehát mehetek lépek hátra. Igazából egy fokkal nagyobb rend van, mert itt estem keltem a sok gépbe. Íme, az agregátor, ami most asztalként funkcionál. Kaszák, köbös tartály. Egy fokkal kulturáltabb lett a lent. De nálam ez még közel. Nem jelenti azt, hogy hú, de nagy rend van. Remélem nem esik közben szív ez a kis ládácska. Szóval ennyire nem volt időm sok ilyen apróbb, cseprőbb dologra. Közben iszok, tehát már szétfagyok. A kocsimat menet közben úgy döntöttem, hogy hát kinéztem egy dobozos kocsit, de nem volt igazából annyi mindenre kellett költenem, hogy úgy voltam vele, hogy inkább elviszem az én kis Millennium Falconomat a karosszéri lakatoshoz, és akkor inkább úgy voltam vele, hogy csinálja meg, mert 11 éve már nagyon hűséges társam is, és így úgy voltam vele, hogy ha eddig elfértem benne, meg tudtam pakolászni, bár néha azért be kellett logisztikázni dolgokat, akkor még egy-két évig azért még remélhetőleg leszünk egymás társaságában. Nagy vonalakban így ennyi lett volna. Ja igen, bocsánat, még az, hogy volt egy költözés, meg tetőmosás, mindezek mellett volt egy kisebb térdműtétem, ez egy sportsérülésből adódott, és így a Covid miatt igen-igen erősen elhúzódott. Tehát a sérülés az maga az 20-20 októberében történt, futás közben, és a Covid miatt ez annyira elhúzódott, hogy igazából rá egy évre került sor a műtétre, és ez igen erősen meglátszódott a munkavégzésének a komfortján is. Tudjátok, én szeretek komfortosan dolgozni, de amikor az ember nem úgy tud egy fakivágásnál lehajolni, vagy letérdeni, legugolni, tehát mindig ott gépészkedik el, mert fáj a jobb térde, akkor az nem jó. Tehát ez is, itt volt ez a kis műtét, itt 5 hétre például ki kellett, hogy esnem, akkor akartam volna magával a videókkal elkezdeni foglalkozni, de nem volt arra sem idő, mert igazából nem tudom, hogy miért nem volt idő, de valamit mindig volt csinálnom.
Szóval ennyi arról, hogy így mi volt, nem unatkoztam, rengeteg mindent kellett vennem, rengeteg mindenre költöttem. Ez nem ilyen, nem szeretném úgy vegyek ki magát, hogy itt nagy képüskörök, hogy itt költök, nem, abszolút nem erről van szó, inkább azt próbálom nektek mondani, hogy egy vállalkozásban, ha az ember, mert néha nagyon sokszor gondolkoztam, hogy ez nem jó így, meg az nem jó így, meg egy kicsit így rossz kedvű voltam, hogy már megint azt kell csinálni, erre már megint nincs idő. A sport most jelenleg nagyon kiesett az életemből, mondjuk ez a tércsillősnek is köszönhető volt. Na mindegy, és tehát amit szerettem volna ezzel mondani nektek, hogy nagyon sokszor voltam rossz kedvű, hogy úristen, ezt kell költeni, és a többi, de igazából akkor mindig rájöttem, egyszer olvastam egy ilyen cikket, vagy könyvet, vagy fogalmam sincs, hogy igazából, ha egy vállalkozásban nem történik fejlesztés, azaz a befolyt összeg bizonyos részét nem forgatják vissza, amiből fejleszteni lehet, akkor az a vállalkozás előbb vagy utóbb, de inkább előbb az el fog süllyedni. És azt én is úgy vettem észre, hogy ez egy alapszabály, mindig kell fejleszteni. Nagyon sokszor az van, hogy nekem is van olyan, amit be sem mutatok nektek, mert így elindultunk, le is zuhant ez a fejlesztési része. Azt inkább akkor azt mondom, hogy hagyjuk. És nem azért nem mutattam meg nektek, mert bármiféle szégyenivaló van benne. Én úgy voltam vele, hogy teljesen unalmas, meg felesleges. Majd amiből levontam a konzekvenciáimat, majd azokat bemutatom nektek. Szóval nem hiszti lett volna ez, hogy nekem itt annyira rossz, mert ilyenkor mindig eszembe jut az, hogy jaj, de jó, hogy az ilyen szépen az ilyen haladgatok előre a saját életembe. Egy nagy valóban én ennyit mondtam volna, mert piszak hideg van, hogy gyorsan iszok egy kis tácskát. Amit még szerettem volna elmondani, vagyis inkább megköszönni neked, kedves néző. Annak idején ez a csatorna ez úgy indult, hogy saját magamat szórakoztassam, illetve fejlesszem filmkészítés gyanánt, illetve azokat a hibákat, amiket én annak idején elkövettem a saját földemnek a rendbetételénél, vagy teletisztításánál, azokat a hibákat a te vagy a néző tudásával egybe gyúrva egy még hatékonyabb munkavégzési módszer jöjjön létre. Tehát ez volt a csatornának az elsődleges két célja. De menet közben én nagyon-nagyon szépen fölhízott a kis néző táboromnak a serege. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem, te kedves néző. Külön köszönetet szeretnék mondani a legfiatalabb, tudomásom szerint legfiatalabb nézőmnek, vagy hívjuk őt egy kicsit azért ilyen kis rajongónak, a Vas megyei Péterfalvi Alex, úgyhogy ő jelenleg 4 éves, és nagyon-nagyon aktív nézője, meg résztvevője a csatornának, úgyhogy köszönöm szépen, Alex, hogy itt vagy te is velünk. Hello! Továbbá, nagyon szépen szeretném megköszönni a támogatóimnak, a profikisgép.hu-nak, a kertmotor.hu-nak, illetve az Echo motorfűrészeknek, illetve a fűkaszáknak, a magyarországi nagykerének, a Horoszkóp Kft-nek, hogy itt voltak velem, támogattak, küldték a gépeket tesztre, meg igazából tök jó munkaviszony alakul ki köztünk. Én azt hiszem, ennyi lett volna, így ez a kis gyors bejelentkezés, vagy szösszenet, így a 2021-ről, meg hogy kinek köszönöm, kinek nem. Figyelj! Mert úgy gondoltam, hogy ha már itt az új év utolsó videója fog elméletileg megszületni,
akkor én mindenképpen úgy voltam, hogy adjuk már nekem ennek a módját, hisz akkor tényleg én is elbúcsúzni tűlektek. De, amíg fölmondtam azt a perzsgőt, és nem szeretném itt a kamerán keresztül kilőni a saját szememet, annak idején felszolgálással is foglalkoztam, tehát nem lesz ebből probléma, de úgy voltam vele, hogy ne azt nézzétek, hogy ilyen kilódok a perzsgővel, hanem bevágok nektek egy-két olyan film részletecskét, ami volt, vagy várható lesz, vagy úgy döntse el mindenki. Szóval én kilódok a perzsgővel, a meg addig egy kicsit szórakozzatok, oké? Okay? Na hopp, na hopp! És engem. És az Olikánk is itt van. Hát az nagyon komoly gép. Akkor ez a 4,4 lóerő környéke. Kérdezik a kaptai kellett. Ha nem magába ebbe a dobba lerűtjük bele, hanem így gyönyörű szépen átfordul. Elég komolyan szerkezett. A számhúzó Rolls-Royce-a. Jó, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Lenyírom Kopi mai epizódjában. Gyere, Szabi, közelben egyéb benne. Kicsit nagyon hűvös, hogy összeveresszük. A legjobb az utcában. Már aztán kezdődik a műsor. Na mindegy, nem is. Ho-ho! Na! Jó van, sikeresen kitöltöttem a pesgőt, közben az üvegre ráfogyott a kezem, tehát már most nagyon nem jó itt lenni ebbe a -4 fokba. Úgyhogy nem pazarolnám az időtöket, én meg menekülnék már szépen haza, vissza a forró teához, nem a hideg pesgőhöz. De úgy voltam, hogy adjuk már meg a módját, ha már most ilyen kis dudával, meg sípokkal nem sikerült készülnem, bár annyira nem akartam túljegni ezt a dolgot, de a pesgő az csak illik ez az alkalomhoz. És akkor ezúton tényleg szeretném megadni ezt a nemes alkalmat, hogy tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden kedves nézőnek, minden kedves partnerednek ezt az idei évet. És azt hiszem, egyet tudok csak kívánni azt, hogy egészségben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek. Tényleg köszi még egyszer, tudjátok, találkozunk legközelebb, ami már jövőre lesz. Egészségetekre! Nem is olyan rossz. Sziasztok!